Most 14 leszek 20 március 25-én. Én vagyok a világ fiatal nagymestere, ami azért úgy nem egy... Hát ugye ez hosszú távon, ennek nincs a jelentősége. Jobb esélyekre hívnak meg, tehát ez egy kiváltságokkal jár gyakorlatilag. És ugye akik eddig ezt a címet birtokolták, azok minden nagy csakkozók lettek. Apukám mutatta meg nekem a sakkot, mint egy más játékot. A matematikából kaptam egy 4-es másodikos koromban, ami ugye nem azért volt, mert nem tudtam volna megoldani a feladatot, hanem azért mentem olvastam el, és akkor mondta, hogy akkor jobban tudja koncentrálni az ilyenekre, tehát elkezdünk itt sakkozni. És akkor ott az első lépéseknél ott leszülte, hogy hát, hogy szerint vált bennem esélyt, hogy sakkozó legyek, és akkor ott jártam egy körbe, ahol itt ilyen gyerekek sakkoztak, mint én, és akkor ott viszonylag jól lettem, és akkor onnan pedig már szépen fölfelé meneteltem. Ugye magántanuló vagyok, ezért az iskolában nem kell járjak, de ugye ez a helyet is tudok sakkozni, és akkor egy ilyen napon 10-8 óra összejön. Itt a témakörök a lényeg, hogy miben érezem magam vagy gyengének, és akkor nyilván azt fejlesztem. Ebben még néha bele vannak iktatva ilyen sportok, amiket azért kell csinálni, hogy a fizikai kondíció meglegyen a sakkhoz. Szeretek játszani sakkot, tehát hogy az olyan, mint mondjuk, hogyha más számítógépen szeretem, tudom mit játszani. Én meg sakkozni szeretek, nem tudom, megkomolyít, tehát szerintem nem komolyít meg. Öt-hat óráig is eltarthat egy part, hogy általában egy ilyen 4-5 óráig szokott az átlag. Vannak olyanok, amikor egy nap két part forduló van, ugye az picit kellemetlen, mondjuk, hogyha egy nap az ember 10 órát sakkozik, de ugye hozzá vagyok ezt szokva, tehát ez nekem nem okoz semmilyen fáradtságot. Úgy lehet elfáradni egy partiban, hogy a leges legvégén már ott nem kikapcsol az agyunk, vagy hogy nem olyan friss az ember. A sakk az is egy ilyen más környéke a gondolkodásnak. Gyakorlatilag ott nem úgy gondolkodnak, mint az ilyen törvényeken, hogy akkor mi van, hanem hogy ott egy ilyen a lépésekbe gondolkoznak. Nagyon sok olyan sakkozó van, aki úgy lehetne a példaképen, mert tényleg nagyon jól sakkoztak, de úgy az életútjuk az úgy olyan nincsen, akinek most azt mondanám, hogy mindent úgy csinálok, mint ő. Én világbajnok szeretnék lenni, ehhez nagyon sokat kell még dolgozni, az egyértelmű, de úgy érzem, hogy most van rá esélyem.